1848. Te csillag. Te, a népek hajnal csillaga. Megvirradt, fölébredt a föld. Fut a hajnaltól a nagy éjszaka. Piros arccal jötte hajnal, piros arca vadsugára, komor fényt vet a világra. E pirulás, vér, harag és szégyen a fölébredt nemzetek szemében. A vidéki, aki a hazáról kezd beszélni, az előbb-utóbb a szülőföldre, a szűke pátriára lyukadt ki. Egy falura, és legesleg végül egy udvarra, onnan a konyhán át egy két ablakos szobára, amelyben anyanyelvét megtanulta. Vagyis öntudatlanul újraéli visszafelé egy szó történetét, ízleli az ősi pillanatot, ami dőn a ház és haza, egy dolgot jelentett. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye a nemzeti identitás pillére. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás elindítójává, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Erre az ünnepre büszke minden magyar, határainkon innen és azokon túl. Méltán is lehetünk büszkék, hiszen 1848. március 15-én példamutatóan cselekedtek a márciusi ifjak, mikor szabadságukért szembeszálltak az elnyomó hatalommal. A 19. század a forradalmak kora. 1848. februárjában, Párizsban a francia nép elűzte a gyűlölt királyt, Lajos Fülöpöt, és kikiáltotta a köztársaságot. A hír egész Európában nyugtalanságot okozott. A népek tavasza végig söpört Itálián, a német területeken, és elérte a Habsburg birodalmat. Kemény szél fúj, lángra kap a szikra. Vigyázzatok házaitokra! Hát ha, mire a nap lehanyatlik, tűzben állunk már tetőtől talpig. Édes hazám, régi magyar nemzet, alszik-e csak a vitézség benned? Vagy apáink halálával elhalt? Illik-e még oldaladra a kard? Forradalom híre március elején a rendi országgyűlés városába, Pozsonyba érkezett, és ott felkavarta a látszólagos nyugalmat. Kossuth megfogalmazta a felirati javaslatot. És mi történik Pesten ezekben a napokban? Esték óta együtt van a Pilvaxban a márciusi ifjúság. A párizsi és a bécsi forradalom hírére nem csak érzik, hanem tudják, hogy tenni kell valamit. Segíteni kell az országgyűlésnek a követelések megvalósításában. Már nem kérni kell Bécstől, hanem követelni. Jókai a pesti ifjúsághoz röviden így szólt. Testvéreim, a pillanat, amelyet élünk, komolyabb teendőkre szólít fel bennünket. Európa minden népe halad és boldogul. Haladnunk és boldogulnunk kell nekünk is. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Követeljük jogainkat. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlést Pesten.
törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben, nemzeti őrsereget, közös teherviselést, úrbéli viszonyok megszüntetését, esküdszéket, képviseletet egyenlőség alapján, nemzeti bankot. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, a magyar katonákat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék haza. A politikai státuszfoglyokat bocsássák szabadon, unió terdéllyel. Szabadság, egyenlőség, testvériség. A tömeg és a lelkesedés egyre nőtt. Kinyomtatták a 12 pontot és a nemzeti dalt. Talpra magyar, híja haza, itt az idő most vagy soha. Rabok legyünk vagy szabadok, ez a kérdés válasszatok. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink. Kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer. Kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard. És mi mégis láncot hordtunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Délután már az egész város izgalomban és talpon volt. Esni kezdett, mégpedig szaporán. A városház tere telicsődült esernyős tömeggel, s itt a hatóság termébe rohant szóvívők, a roppant népség kiáltozása folytán a tanács is magáévá tette a 12 pontot. Az eső folyvás szakadt, de a tömeg esernyősen fölment Budavárába. Budára, Budára helytartó tanácshoz! Nyittassuk meg Táncsics börtönét! Ó, szabadság! Hadd nézzünk szemedbe! Oly sokáig vártunk rád epedve. Annyi éjjel által, mint kísértet, bolygott a lelkünk a világban érted. Kerestünk mi égen földön téged, egyetlen egy igaz istenséget. Te vagy örök, a többi mind bálvány, mely leroskad egy ideig állván. Üdvözlégy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted. Üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt a fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet. Szolgaságunk idejében minden ember csak beszélt. Mi valánk a legelsők, kik tenni mertünk a honért. Mi emeltük föl először a cselekvés zászlaját. Mi riasztók föl zajunkkal nagy álmából a hazát. A földet, mely koporsó volt, s benne egy nemzet a halott, megillettük, és 14 millió szív földobogott. Egy szóvá, s egy érzelemmé olvadt össze a haza. Az érzelem lelkesülés, a szó szabadság vala. Ó, ez ritka szép látvány volt, s majd ha vénül a világ, elmondják az unokáknak ezt a kort a nagyapák.
nap a szabadság mámorában telt el. Bécs engedményekre kényszerült. Az uralkodó kinevezte Batthyány Lajost miniszterelnöknek, és április 11-én szentesítette törvényeinket. Szállj ki, lelkem! Keresd meg hazámat! Oly hazáról álmodtam én hajdan, mely nem ismer se kardot, se vámot, s mint maga a lélek, oszthatatlan. Álmodj, lelkem, álmodjat hazámat, mely nem szorul fegyverre, se vértre, mert nem holt rög, hanem élő lélek. Erősen él bennünk a szebb, szabadabb jövőbe vetett hit, és képesek vagyunk közösen, egymás segítve nekirugaszkodni a megvalósításnak, méltók leszünk 1848 örökségéhez. Ebben segít minket minden évben újra meg újra a megemlékezés március 15-ére. Ez ad értelmet az ünnepségeknek, a közös elmélkedésnek. A forradalom kitörése után Jókai a következőket mondta. Míg magyar él, míg szabad ember éle homban, kegyelettel fognak visszagondolni ez évre, ennek történelmére, s történetalkotó alakjaira. Így legyen, és így maradjon a jövőben is.